Világjáró BMX versenyző, aki versenyeken és bemutatókon egyaránt fellép, műfaja Flatland, a legmagasabb titulus, a világbajnok, klipjei látványosan lazák, a sátor új indult magyar BMX király Kun Ádám, ma már profi státusú versenyző. Ettől kérdezik a 2015-ös szezonról. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ádám, idén eddig Bécs-től hány helyen jártál? Hát idén eddig voltam Németországban, kétszer-egyszer Svájcban, Hát elég sokat utazok, illetve idén is tervek között van minél több nemzetközi versenyen való részvétel, illetve szerencsére a szponzoraimnak köszönhetően elég elfoglalt vagyok egész évben. Valamint idén lehetőséget kaptam, hogy Magyarországon a különböző iskolákban részt vegyek, ilyen kerékpáros közlekedés biztonsági oktatásokat tartok, és akkor kis BMX bemutató a végén, ami nagy sikerrel működik, és remélem, hogy minél több iskolába el tudok jutni idén. Ez miért olyan fontos számodra? Tehát, hogy megvan is a gyerekeket, hogy amikor már sárgarabáltam, akkor egy keréken hogyan lehet fékezni és megállni és nem átmenni. Szóval, hogy tényleg egyébként ez miért lényeges? Hát igazán megkaptam ezt a felkérést, és így gondolkoztam rajta, hogy hogy miért is lenne ez jó nekem, de én úgy voltam vele, amikor én gyerek voltam, és láttam volna egy ilyet az iskolában, biztos, hogy motivált volna, illetve felvillanyoz, és és ezt látom viszont a gyerekeken is hogy hihetetlen plusz energiát adnak, illetve ö, ad nekik ez az egész bemutató, illetve nekem is nagyon, nagyon feltölt engem is. Aha, tehát akkor egyszerűen azért is vállaltad mert a jó gyerekek között lenni, meg foglalkozni velük. Így van, így uh -huh. van. Na most, hogy néz ki most, ha látod, de mennyire van teli a 2015-ös verseny, illetve bemutató naptárad, mert ugye sokat versenyzel is, vagy versenyezni is akarsz idén is, Mert hát van azért nagyon sok bemutató jellegű fellépésed is világszerte. Na, igen, igen, hát nálunk nincsen olyan, hogy kötelező versenyeken való megjelenés, igazán itt a sportoló dönti el, hogy mi az a verseny, amire el szeretne menni, ezek inkább pénzdíjas nemzetközi versenyek, illetve ami kötelező, az mondhatjuk, hogy kötelező az a világbajnokság, Uh, amit még idén nem írtak ki, hogy pontosan mikor lesz, de azon természetesen indulni fogok. Igen, mint említettük, vannak a bemutatók, illetve ezen kívül nagyon sok felkérés van szerencsére ilyen különböző kis reklámfilmekbe, a szponzoroknak. Amikor elutazok egy, egy utazás keretein belül, ott fotó-videózás történik, amit majd ők promóciós anyagnak fel fognak használni. És ez igazán ez a legjobb része, mert ott nincsen semmi stressz, ott igazán utazok, mondhatjuk kirándulok, közben azt sem, amit szeretek, és egy nagyon szuper anyag készül rólam. Aha, tehát akkor szereted kifejezetten igen. igen a, 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 a klipezéseket. Egyébként a verseny, meg a bemutató között egy átlagos évben milyen az arány nálad? Hát több bemutató van mm -hmm. most már. Régebben, amikor mondjuk azt, hogy így be kellett bizonyítanom azt, hogy igenis, hogy én profi vagyok, és el kellett érnem eredményeket, hogy ebben a sportban ö, észrevegyenek. Rengeteget versenyeztem, idén volt akár 20-22 verseny is, rengeteget utaztam, viszont amióta már megnyertem kétszer is a profiba a világbajnokságot, Ke kevesebb lett a verseny, és többet használnak inkább promóciós anyagként. Uh -huh. Na most ö, a te is létezik ezeken a bemutatókon belül is, amit úgy lehet hívni, hogy úgy hívnak, hogy hakni, tehát amire az ember az adott esetben nem annyira rajong érte. Hát Megötelező. Igen, belejárni. igen, vannak bemutatók, amelyeket jobban élvezek, Aha. igazán ez a közönségtől is függ, hogyha a célközönség olyan, aki tudja igazán, hogy miről szól, vagy mennyi munka van ebbe benne, akkor az, az élvezetes, hiszen kapok visszajelzés, viszont vannak olyan bemutatók, amikor olyan embereknek kell bemutatózni, tegyük fel egy üzleti találkozón, akik igazán nem nagyon értik, hogy hogy ez most könnyű, nehéz, vagy hogyan is működik ez a dolog, persze megkapom utána, hogy ez hihetetlen volt, mert élőben ez teljesen más nézni, mint a videó, mert ott érzi az ember, hogy mennyire gyorsan pörög az a biciklis, vagy mennyire gyors az a trükk, Hát igen, a haknéz azt úgy lehet igazán elmondani, hogy a versenyen más trükköket csinálok. Tehát a versenyen kimondottan a szakmai zsűrinek biciklizek, ami nem biztos, hogy annyira látványos egy kívülállónak, mert igazán technikailag nehéz. A bemutatókon pedig próbálok inkább olyan trükköket csinálni, amit biztosan meg tudok csinálni, tehát nem lépek le, és látványos. Uh -huh. De mert ugye a látványosság, az bár úgy tűnik, de nem feltétlenül esik egybe azzal, ami már is szakmai szakmailag olyan apróság, ami a legnehezebb. Így van, A wide szeműek értik igazán. Igen, azért. igen, mert ez a sport nagyon összetett, uh -huh. tehát itt van, lehet csinálni egy trükköt úgy, hogy nem fogom a kormányt, X kézzel fogom, X lábbal, egy kézzel, hátrafele, előrefele, előre-hátra, hát nagyon sok verziója van egy trükknek is, és ez uh -huh. különböző fokok. Na most, ha az ember mondjuk, hogyha a Facebookon most is megnézi az oldaladon a legújabb klippet vagy klippeket, akkor az is felvetődik benne, hogy egy-egy ilyen kis filmet, ezt, ezt hány kísérletből veszel föl? Mennyire változó ez egyébként? Hát igen, ez nagyon változó. Szerencsésnek mondhatom magam, illetve mert van egy nagyon jó barátom, aki szokta készíteni ezeket a kis klippeket, illetve én nem nagyon szeretek görcsölni sokat egy trükkön. Én úgy vagyok fel, hogyha nem sikerül egy ilyen 5-10 percen belül, akkor ez nem az a nap, aminek sikerül. Akkor hagyjuk, máskor. Igen, de előtte azért, amikor filmezünk, azért megvan a fejemben, hogy mit is szeretnék pontosan, miután mi jön. Tehát azért ez egy eltervezett dolog. Uh -huh. És, de még akkor is persze valamikor nem sikerül. Természetesen van olyan, amikor nagyon nehéz trükk, akkor van olyan, egy-két órát is filmezünk, és akár megpróbálom 50-100-szor is azt a trükköt. És az lehet az van olyan bárható. is, hogy nem sikerül aznap. E és egyébként, ahogy azt mondtad, hogy a fejbe azért előre eltervezed, de azért így menet közben, mint a jazznél, valami fajta kis improvizációs lehetőség benne van, nem? Igen, igen. Hát, a legutóbbi példa az a világbajnokság a legjobb példa. Ott volt egy eltervezett köröm, amit nagyon begyakoroltam. Minden egyes apró lépés meg volt a fejemben, mondhatjuk, szinte ütemre tudtam az egész futamot, Viszont nem úgy alakult az egészségi állapotom, és így kicsit lerövidítettem, illetve volt egy mozdulata, a verseny folyamán, amikor nekünk olyan a bicikli, hogy nem pörög el a pedál, hogy a hátrafele elkezd gurulni a bicikli. Viszont elkezdett gurulni a, pörögni a pedál hátrafelé, és akkor tudtam, hogy nem fogok tudni odaérkezni, mert oda kell. És az, hát akkor improvizáltam, mert néztem a pedált közben, hogy pont akkor ugorjak el, amikor odaér a pedál, és hát sikerült. Tehát Aha. az egy szerencse is benne van, illetve a rutin. Hát, te már nem tegnap kezdted, régóta nyomod, profi vagy, ahogy ezt az elején említettük, még semmifajta fáradtságot nem érzel, a szenvedély lankodatlan? Így van, hát néha az utazás, a sok utazás fárasztó, de maga a biciklizés, illetve az, hogy mennyire is szeretek biciklizni, nem, az, az mai napig ugyanúgy szeretek, mint tíz évvel ezelőtt. Hogyha mondjuk egy szűk év múlva beszélgetnénk, és vissza kell nézni a 2015-re, akkor mi az, amit feltétlenül szeretnél majd sikerként megemlíteni benne, hogyha előre ugranánk az időbe, hát vegyük csak a világbajnokságot, ott azért már hát bizonyos címek meg rangok már köteleznek téged. Így van, így van. Hát, amit említettem, a nemzetközi versenyeken minél jobb helyezést elérni, a világbajnokságon dobogós, vagy a természetesen az első hely. Igazán én sose voltam az a nagyon versenyorientált BMX-es. Én igazán próbáltam a sporthoz hozzátenni különböző trükköket, tehát az eredetiségemmel betörni a sportba. Ezt úgy érzem, hogy sikerült. Élvezni szeretném, és sikeres lenni a sportomban, amit amit csinálok évek óta. Hát akkor jövedvezetes és eredetiségekben gazdag évet neked. Köszön Köszönöm szépen, szépen, hogy itt voltál.